István a király, a messiás vagy Laurencia. Ők voltak az elmúlt hetek főszereplői az utcákon, köztereken. A nemrég bejelentett keresztény évad látványvilága itt, ebben a kreatív műhelyben született meg. Az óriás plakátoktól kezdve a bérletkártyákon át az online bannerekig minden megjelenés Végendre is csapatának érdeme. Bőven van tapasztalatuk a téren, ugyanis 2012 óta ők felelnek az opera arculatáért. Az operát újra kellett pozícionálni, régi leporosodott lényéből újra kellett egy kicsit építeni, fiatalítani kellett, illetve jobban ki kellett tárni azt a világot, ami az operában van. A közös munkában mérföldkőnek számított az opera 2014-es, 2015-ös évadát beharangozó, ahol kinyílik a világ című imásfilm. Az alkotás olyan jól sikerült, hogy a vállalati filmek Cannes-i fesztiválján Ezüst Delfin díjat nyert a legjobb imásfilm kategóriában. A 2017-es, 2018-as Ringgyűrűi évad ugyancsak belopta magát a nézők szívébe. A képregény formátum koncepciójáról így mesélt két évvel ezelőtt Fekete Zoltán árdirektor. A művészeket úgy tudjuk bemutatni, hogy minél inkább kitekerjük abból a megszokott hétköznapinak tűnő, vagy pedig színpadias világból, átcsöppennek egy másfajta világba. Az idei évad arculatának készítésekor szakítottak az eddigi hagyományokkal, és az opera művészei helyett hétköznapi emberek kerültek a plakátokra. Az összes karaktert próbáltam emberire, tehát hogy legyen a szemében valami, amit észrevezünk, amit látunk, ami közel húz magához. Így esett a választás ennek a brazil nőnek a fotójára, aki a Laurencia című balettet hirdeti igéző szemeivel, vörös hajával. A plakátok megjelenése után nem sokkal sajtóhír lett belőle, hogy a lány nem tudott róla, hogy a Magyar Operaház egyik arca lett. Az opera kreatív csapata azonban természetesen teljesen legálisan használta fel a fotót, ami akárcsak a többi portré a pexels.com nevű közösségi alapú stock fotó oldalról származik. Ez egy olyan oldal, amire a fotósok feltölthetik a munkájukat, a felhasználók pedig ingyenesen hozzáférhetnek. Ez valószínűsíthetőleg egy olyan technikai probléma lehetett, hogy a hölgy nem járult hozzá ahhoz, hogy a fotós feltöltse erre az oldalra az ő képét, és nem tudott róla, hogy ennek a felhasználása szabad, tehát az ügynökség ezt jogszerűen tudja használni. A kampányhoz tartozó 22 kreatívot Fekete Zoltán árdirektor másfél hónap alatt készítette el. A tervezést illetően szabad kezet kapott az operától, olyannyira, hogy a darabok áttanulmányozását követően a plakátokon szereplő idézeteket is ő választotta ki. Ő Parsifal, ő is egy stockképből született kreatív. Itt van mögötte ez a kereszt. Ugye az idézetet megtaláltam már hozzá korábban, hogy e-mail jellel vége a varázsnak, ettől gyógyul a mélysebb. Viszont az volt a feladat, hogy helyezem el ezt a jelet a képen. Úgyhogy szerencsére elég szép lett ez a kereszt, mint fény motívum, és nem is annyira szájborágos, hanem akár dekoratív is tud lenni. A cél nem a vallás népszerűsítése volt, hanem mindazok a keresztény értékekre koncentráltam, amik körülvesznek minket. Tehát hiába vagyunk vallásosak vagy ateisták, ezekhez az értékekhez azért húz a szívünk, és ezzel tudunk azonosulni. A keresztény évad kínálata széles merítéssel mutatja meg az opera és a balettirodalom hittelteli, vagy épp a hittől elzárkózó, demorális vagy vallási kérdéseket felvető műveit. Ezeket hirdetik a kifejező, karakteres portrékkal díszített plakátok szerte az országban.